A legparább állatok, amikkel valószínűleg nem szívesen találkozik az ember. Sziasztok, üdvözlök mindenkit a mai videóban! Ilyen állatokat fogunk megnézni, amik nagyok. Nagyon nagyok. Hogyha még nem tetted volna meg és tetszik, amit csinálok, akkor mindenképpen csapassatok egy feliratkozást, kövessetek Instagramon, illetve TikTokon, ott is szoktam posztolgatni egymást. Egyből egy ilyennel kezdünk, ez mi? Jó, az embernek ez egy kis házi állat. Aha. Nekem is minden álmom volt egy ilyen 100 lábú. Most megszámolom a lábait. Ez 50 lábú. Akárhogy is számolom, ennek 50 lába van. Tehát ez egy 50 lábú. Aha. Mi konkrét szendvicset kap enni? Én kérek elnézést. Ki szendvics? Ki szendvics az 50 lábúnak? Fúj, most nézem a lábait. Atyavilág. Aki esetleg fél az állatoktól, a pókoktól, meg a hasonló dolgoktól, annak amúgy annyira nem ajánlom ezt a videót, mivel unorító. Ja, és kaja közben sem. Tehát, hogyha épp esztek, akkor egyétek meg nyugodtan, ezt majd utána megnézitek. Ez az oroszlán van olyan magas, mint egy autó. Ott ül a kocsiba a csávó, és arra vár, hogy az autójával azonos magasságú és nagyságú oroszlán elmenjen előtte. Hát nem tudom, én lehet nem lennék a legnyugodtabb, nézzétek már meg. Az összes oroszlán ilyen, vagy ez valami nagyon túltermett? Jó, hát a láb, az nem tudom átváltani centibe. 10 láb magas. 10 láb hosszú? 10 láb magas, az hosszú lenne, vagy magas lenne, nem? Mindegy, nem tudom. Lényeg, hogy nagyon nagy. Milyen kis cuki arca van amúgy. Kis cica. Jaj, a kenguruk. Annak mit adnak enni? Hát ennek a kengurunak lehet nem szívesen szólnék be. Hát van akkora karja, mint a Jim Suleimannak TikTokon. De ez nem hiszem, hogy tényleg léteznek ilyen kenguruk, amik így ki vannak pattintva. Tudja, hogy valami szteroidot, vagy valamit kapott. Azt lehet, hogy nem. Ez lekever neked egyet, ott fekszel el, tehát ott vége van mindennek. Ott viszont látásja. Azt a mindenit. Nézzetek valami, mekkora karja van! Ott rászorít a csávónak a karjára, ott gatya. Tehát ott elkékül a keze, aztán vége van. Ez milyen állat? Mekkora szarva van? Ebből tuti nincs sajnos sok a világon. Na jó, takar egyet, nem is láttam. Hogy szétállnak a kis szarvai? Csúcs! Csúcs. Az ebből az állatokból azért nem látunk sokat, mert gondolom elég drága szarvuk van, és a gonosz csúnya emberek azok levágják és eladják, sajnos. De amúgy gyönyörűek. De annak ellenére, hogy hata azt a mindenit. Nem tudom, ezek veszélyesek amúgy? Az a talulról felnyás alatt, és ott végig megy az egész testeden. Tehát ez itt fog kijönni a szarba. Atyavilág. Hát ilyen. Az a baj ezekkel tényleg Ez mennyire menő néz ki, egy kell nekem egy ilyen. Mi az unikorn is, akinek plusz még két szarva kinőtt oldalt? Menj a francba. Aha, ez egy ilyen ritkább példány ezek szerint, mivel a többinek ott csak kettő szarva van. De nevér. Várj, ez nagyon nagy denevér. Ott van mellett az ember. Az ember az képest ekkora? Nem tudom, én amikor denevéreket láttam, azok ilyen ekkorák voltak, köbö. Ez meg akkora, mint a testem. Olyan, mint egy majom lógna a fa... Ez meg, mint egy vámpír lenne. Atyavilág. Léteznek ekkora denevérek? Amúgy ez tanulságos videó. Uha, a madarakban nem vagyok jó. Igen, nem néztem utána, ez egy hattyú. Na, van akkora a hattyú, mint a nő. A kutya azért be van szarva, lehet én is belennék. Na, a kutyát nem bántani. A kutyára sosem utas rá. A kutyára soha nem utas. Ami? Az egy teknős. Menjél! Nincs már messze a víz! Ez nagyobb, mint a nő! Ezek a teknősek amúgy hány évet tudnak élni az ilyen nagyok? Tehát ezek, jól tudom, akár több száz évet is tudnak. Hát amúgy nagyon szépek.
És azt tudom, hogy nagyon veszélyesek. Tehát ezek tudnak olyat harapni, hogy ott... vége van. Csirke! Ez csirke... Ha mondani akartam, hogy azon mit kell nézni, az nem olyan nagy. Há, hülye vagy. Fia, amikor még jön, amikor jön ki a kis oljából, akkor nem is tűnik olyan nagynak. Az kiszáll és így... Pff. Hogy fér be oda? Jaj, ne elérkeztünk a videó ezen részéhez, ahol a pókok vannak. Nem szeretem a pókokat. Fú, ezért nem mennék büdös életbe soha Ausztráliába. Pedig szép hely, meg kíváncsi lennék rá, de a pókok miatt közelébe nem tenném a lábamat Ausztráliának. Tehát ott nem az van, hogy mit tudom én, a sarokban van egy kis keresztes pók, én még attól is félek. De nem, ott vannak napok, hogy mit tudom én, jössz a székbe, így jobbra nézed, és a faladon ott van egy ilyen tenyér nagyságú pókocska, pókica. Ez akkora volt, mint a feje. Fúj, rendes rosszul vagyok, menjünk már innen. Nagyon nem szeretem a pókokat. Tényleg, ha csak egy pici pók, keresztes pók, bármi, attól már rosszul vagyok, de ez a kutya mekkora? Takarodj már, ez a kutya, ez van akkora állva, sőt, nagyobb, egy fejjel magasabb ez a kutya, mint az ember, aki mellette áll. Jó, ez mondjuk aranyos. Hát igen, vannak azért nagyobb termetű kutyák is, nem mint az enyém. Az mekkora szarvas volt? Ez kétszer akkora, mint az autó mellette. Én nem is láttam ekkora szarvast. Igen, sajnos a szarvuk nekik is sokat érnek. És őket is vadásszák sajnos. Na, ami a szarvuk is nagyon gyönyörű. Nézzétek már meg. Aha, ez egy rák. Fúj, de... Na, itt az összehasonlítás. Ekkora egy átlagos rák, amit látsz a tengerparton, ha mész nyaralni. Ez pedig az abnormális, szétszteroidozott valami, ami nem tudom, Csernobilba él, vagy hol? Ez a csernobili rák. Hagyj, ez tuti nem igaz, ez úgy néz ki, mint egy horrorfilmből lenne kivéve. Macska nagyság patkányok. De a videókészítője az miért engedi a macska közelébe ezt az óriási patkányt? Hát vidd már onnan. Na jó, szerintem ez a videó ez bőven elég volt, így is rosszul vagyok már. Mindenképp írjátok a kommentben, hogy ti melyik állaton voltatok a leginkább meglepődve, mivel azért itt voltak bőven meglepetések, hogy például egy rák, hogy lehet ekkora, vagy egy denevér, hogy lehet akkora, mint egy ember. Tehát itt azért voltak olyan dolgok, hogy elállt a jellegzetem. Hogyha pedig tetszett ez a videó, akkor azt mindenképpen jelezzétek egy lájkkal, és iratkozzatok fel a csatornára. A következő videón pedig találkozunk, megpróbálok most már gyakrabban jönni videókkal. Addig is jók lehetek, sziasztok!